Köszöntöm nézőinket! Önök a Zsolca TV második heti adását látják a UPC Felső Zsolcai és Ongai kábel hálózatán. E heti adásunkban is számos érdekes témával várjuk Önöket a képernyő elé. Tartsanak velünk, mindjárt kezdünk! A kormány döntése alapján a szolgáltatóknak az áram és a gázárát januártól 10%-kal csökkenteniük kell a lakossági fogyasztók esetében. A Tigáz Társaság átalakította számlázási rendszerét. A számla több tételből áll. Ebből az energiaára és a rendszer használati díj is 10%-kal csökken. A Tigáz Társaságnál az elszámolás két módon történhet, havi diktálással és általányfizetéssel. Az utóbbi esetében a költséghatékonyság érdekében negyed évre előre küldi a cég a fogyasztóknak a sárga csekket. Az általányt választóknak már az új áron mennek ki a januári, februári, márciusi csekkek. A havi diktálást választók esetében pedig felhívják a figyelmet arra, hogy a decemberi diktálás alapján januárra megkapott csekkek még a 2012-es árakat tartalmazzák, tehát februárban érzékelik majd a fogyasztók az árcsökkenést. Csöbör Katalin Borsodabói Zemplén megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője fogadóórát tart 2013. január 15-én kedden délután 15 óra és délután 17 óra között. A felsőzsolcai polgármesteri hivatalba várja az érdeklődőket az előzetes bejelentkezést követően. A fogadóóra hirdetését megtalálják képújságunkban és a Facebook oldalunkon is. 1944. november 29-én több mint 160 embert vittek el a szovjet munkatáborokba Felső-Zsolcáról. A Málenki robotról visszatértek memoáriaiból állított össze az oktatásban hiánypótló szakirodalmat jelentő kötetet a Gulág Kutatók Nemzetközi Társaságának alapítója, Zsíros Sándor zsolcai helytörténész. A 68 évvel ezelőtt történt eseményekre idén is sokan megemlékeztek a Kegyeleti Parkban 2008-ban felállított kopjafánál és keresztnél. Az elhurcoltak lelki üdvéért a történelmi egyházak képviselői mondtak imát. Többet nem szabad engedni, hogy ilyen történjék velünk. Többet nem szabad engedni, hogy újra és újra leigázzanak, megtapossanak bennünket. Mert Isten népe vagyunk. Az Isten szabadságra, örömre teremtett bennünket. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmazz nekünk! Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmazz nekünk! Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmazz nekünk! Feltételezések szerint Sztálin rém uralma alatt körülbelül 20 millióan haltak meg a munkatáborokban. 1960-ban szüntették meg a Gulág intézményt. A túlélők azonban titoktartási fogadalmuk miatt hosszú évtizedekig nem beszélhettek a velük történtekről, a munkakörülményeiről. Megalakult a Megbékélés Polgári Szövetség, aki felvállaltuk, egy Málenki robotos Fehér Banni bácsi alapító, a fiaik átadták ezt a szövetséget nekünk, és egész ország tömörült ebbe a szövetségbe. Felső-Zsolcától egész Pestig sok Málenki robotos embereket, emberi sorsokat gyűjtünk. 20 éve már én. Érintett vagyok én is, mert az én két testvéremet is Dombaszba hurcolták el. Két fivéremet, az egyik 20 évesen ott halt el. A megemlékezés után a Művelődési Házban tartott előadást Majorszky András, a Gulág Kutatók Nemzetközi Társaságának elnöke. A magyar történelem egy nagyon fontos és tragikus eseménye. Gyakorlatilag napjaink így tabu témaként kezelték nagyon sokáig. Nagyon kevesen
tudják ennek az igazi történetét, nagyon kevesen tudnak erről. Nagyon kevesen tudják azt, hogy a gulág mit is jelent. A gulág egy mozaik szó. A kifejezés alatt a sztálini Szovjetunió egészét behálózó munkatáborrendszert értjük. Magyarországon a gulág fogalma 1945-ben jelent meg. A megszálló szovjet hadsereg felkereste mindazokat, akiket a hatalomátvétel szempontjából veszélyesnek vélt. Ennek során volt miniszterelnököket, minisztereket, képviselőket, nagyköveteket, katonatiszteket, papokat, tanárokat, diplomatákat hurcoltak el. Rengeteg munkaképes fiatal nőnek és férfinak kellett elhagynia az országot, hogy szovjet munkatáborban dolgozzanak. Átlag életkoruk a 20 évet se érte el. Köztük volt ez a ma már idős hölgy is, aki a fiatalokhoz szólt a zsolcai rendezvényen. Alázatos főhajtással szeretnék köszönetet mondani minden olyan magyarnak, akik hozzá hasonlóak és mertek ehhez a könyvhöz, illetve ehhez a dologhoz hozzányúlni, mert eddig nem szabad volt, nem volt, meg volt tiltva, nem lehetett beszélni. Én csak azt tudom mondani, hogy sok ilyen magyarra lenne szükség összefogni, nem egymás ellen, hanem egymás kezét megfogva, szeretettel, hittel és reménnyel nyúlni az ilyen kényes kérdésekhez, mert egy centivel sem rosszabb vagy jobb volt ez a helyzet, mint a holokauszt. Tessék egyforma súllyal mérlegelni. Ott is meghaltak kicsik és nagyok, öregek és fiatalok. Itt is, ott más számítással, itt megint más számítással, de megtörtént. És ha megtörtént, akkor legyen ez is a történelem tárgya. És a fiataloknak mondom, merjétek hirdetni, és merjétek olvasni ezeket a könyveket, de úgy, hogy ez is úgy a történelem tárgya, mint az első vagy második világháború. Mert nem csak az országunkat vesztettük el, vagy legalább annak háromnegyedét és lakosságának kétharmadát, hanem ott volt a Dunakanyar, ott voltak ezek a szerencsétlen civil áldozatok, amiket nem lehet megindokolni még mai napig sem, hogy miért kerültek oda 16 évesen, 15 évesen, sőt az édesanyja vitte az állóvonat vele gyermekét iskolába, és a vízért menő emberek közül 2-3 elszökött, akkor fogták a 7-9 és 13 éves gyerekkel, földobták az anyát a vagomba, mert a létszámnak meg kellett lenni. Nekem szerencsém volt, mert nem is voltam másfél évig kint, de nehezen jutottam hazáig. Tehát előbb Beszarábiában hagytak majdnem minket, utána jöttünk Pestre, akkor Pesten ugye adtak, mit tudom én, 200 embernek papírt, kértünk, hogy adjanak valami igazolást, mert kint jártunk ugye a Szovjetunióban, és erre azt mondták, hogy kiadták annak a, nem tudom, 100 embernek, és 200-nak nem, hogy ha sokat akarunk, vagy sokat követelőzünk, akkor elvisznek minket hajmáskére, ugye ott meg német lágerek voltak, hajmáskére, úgyhogy el kellett pucolni Pestől, úgyhogy átjöttünk a nyugatiból a keletre, hát szörnyen néztünk ki, ugye, és egy rövid katona kabátba, mert a kabátom tönkrement, stb. Úgyhogy nehezen értünk hazáig, villamosokról, vonatra, stb. És katonákkal jöttünk, nagyon aranyosak voltak, azok is szabadságra jöttek. A katonák is, azok adtak nekünk ott valami ennivalót, ugye, mert nyilván mi a Szovjetunióból odaértünk, nem volt semmi különösebb kosztra. Úgy csak ennyit akartam fűzni, hogy tehát a hazajövetel se volt olyan sima. Zsíros Sándor tanár, nyugdíjas igazgató új könyvét mutatta be a zsolcai közönségnek, Szemelvények a Gulág memoárirodalomból címmel. A könyv bemutatja a szovjet haláltáborokat, kényszermunkatáborokat, a túlélők visszaemlékezéseiből, memoáriaiból. 19 éves Wagner Dezső naplójából. Isten nevében. Kezdődik Magyarországon Diós Győr 1945. január 24-én, hajnal 4-1-kor. 12 óra 15 perc van.
az ablakon zörgetnek. Rendőrség, kinyitni az ajtót! Álomittasan feltápászkodom és ajtót nyitok. Öt moka a rendőr lépett be. Wagner Dezsőt és Ellát keressük. Azonnal felöltözni, szólt a parancs. Miért? Hova? Tettük fel a kérdést ilyetten, hisz furcsa és érthetetlennek tűnt ezen hajnali órában. Még mi ketten a húgommal egykönnyen beletörődtünk volna, hogy hajnalban elcipeljenek bennünket, de szegény jó édesanyám bizony szívgörcsöt kapott. Alig tudta a jó Berényi nénike megnyugtatni. Ezek a visszaemlékezések nagyon fontosak, hiszen ezek hitelesítik ezeket az eseményeket, ezeket a történéseket. Mindenki számára világossá és egyértelművé vált, hogy ezek az események megtörténtek. Napjainkban megnyíltak a magyar és az orosz levéltárak, ezért kutatható vált a gulág és a málenki robot témája. Azonban azt is hozzá kell tennem, hogy nagyon sokan fáradoznak ugyan a gulág kutatás és a málenki robot feltárásán. Van még néhány történész, aki a gulág kutatást, a gulág és a málenki robot problémakörét megkérdőjelezi és megkérdezi a gulág érintettséget. Zsíros Sándor alapító elnöke a Gulág Kutatók Nemzetközi Társaságának. Mint zsolcai helytörténész, több mint 10 évvel ezelőtt kezdett el foglalkozni a városunkból elhurcoltak történetével. Észak-Kelet Magyarországon 3 évvel ezelőtt jött létre a Gulág Kutatók Nemzetközi Társasága, ennek központja Miskolc, meghatározó egyénisége a regionális és a magyarországi gulágkutatásnak Zsíros Sándor tanár úr, aki alapító elnöke volt az egyesületnek, de az egyesület sorai között nagyon sok híres neves kutató is található, Star Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia Történeti Intézetének munkatársa, Bognár Zalán, a Református Egyetem munkatársa, de nagyon fontos megemlíteni Várdi Bélát és Várdi Huszár Ágnest professzorokat, akik a Pittsburghi Katolikus Egyetemnek a professzorai, ők is hozzájárultak ahhoz, hogy ez az egyesület létrejöjjön, és a gulágkutatás beindulhasson itt Észak-Kelet Magyarországon, Miskolcon is. Ez, ahogy a nevében is benne van, Gulágkutatók Nemzetközi Társasága, nemzetközi szintű, igyekszünk minél nagyobb létszámot toborozni, és igyekszünk minél több kutatót bevonni magába ebbe a kutató munkába. A könyv egyfajta segédletként készült a diákok számára, akik így a hivatalos adatok, tények mellett személyesebb elbeszélésekből ismerhetik meg a történelem ezen szegmensét. A történelem könyvek egyébként csak érintőlegesen foglalkoznak a gulággal, illetve a málenki robottal, a hadifogoly sorsokkal. Terveink szerint a jövőben ez a most kiadott Zsíros Sándor tanár úr által kiadott szemelvények a Gulág memoár irodalomból eljut majd minden magyar általános és középiskolába, valamint egyetemre, ezáltal maga a téma is ismertebbé válik. Felső Zsolcáról mintegy 150 embert hurcoltak el, többségük távol hazájuktól a Gulágon meghalt, csak kevesen élték túl a munkatáborok embertelen körülményeit. Máig nem kaptak a magyar túlélők igazi elégtételt az utókortól, a velük esett sérelmekre, életüket szószoros értelmében ketté vágt az elhurcolás. Keveset tudunk erről az időszakról, arról, hogy valójában mi is történt, és ez nem csak az érdektelenségből származik, de keveset beszéltek, ha egyáltalán mertek beszélni róla, akik hazajöttek, és sokan nem is kérdezték őket. Ezek pedig már a Miskolci II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtárban tartott könyvbemutató képei. Zsíros Sándor hiánypótló kötete nem csak a megyei könyvtár polcain, hanem a miskolci középiskolákban is megtalálható már. Ez a könyv éppen azért íródott olyan célra, hogy hiányt pótoljon, mert bizony a kutatás, tehát önmagában a gulág kutatás, tehát a szovjetek által elkövetett atrocitások és elhurcolásoknak a történetét kutató társaságnak van néhány olyan extra kitűnő tagja, professzorok, akadémikusok, nevet is mondanék, de most hirtelen hagyne, akik kiváló munkát végeznek, több kötetben adták ki és mutatták be nekünk, csak a baj az, hogy ezek a kötetek csak
abban a közegben maradnak, akik megrendelték. Ha egyetemen készítették, akkor körülbelül ott marad. Magyarországon nincs egy kitüntetett intézet, intézmény, egyetem, tanszékkel, amely a gulággal foglalkozna. Magyarország köztudatából, a közemberekből, a magyar gondolkodásból ki van törölve. Hát nem akarom vizsgáztatni, de ha itt megkérdeznénk, hát nem itt, mert itt két olyan ember van, aki a gulágot megjárta, az a két hölgy, azok végig szenvedték, és úgy vannak itt azért. De ezen kívül, meg a családjukon kívül, nem tudnak róla. Miért? Mert az iskolákban nem tanítják. Zsíros Sándor csak nyugdíjasként Felső Zsolta történetének kutatásakor kezdett el foglalkozni a gulág és a világháború eseményeinek feldolgozásával. Kutatása során több túlélővel is kapcsolatba került, akiknek személyes vallomásaikból sokszor többet megtudott, mint a történelmi tényekből. 17 és fél éves voltam, és egyszerűen eljöttek értem, és elvittek, hogy menni kell a tanácsházára dolgozni, közben nem oda, már éjszaka összegyűjtötték az embereket, és bevittek egy zsidó lakásba, egy gondolatos lakásba, és másnap reggel ott volt a kocsi, és vittek Tiszalucra, azt mondták cukorrépát ásni. Nem az volt. Két hétig ott voltunk, akkor ekkora hóban gyalog 20 kilométer szerencsére, de már ott a fél Magyarország ott volt, és onnan szállítottak be, akkor nőtöztek, és irány ki. Kit merre vetett a sors? Volt egy központi láger, és az vitt jobbra-balra, kit az Uralontúlra, kit az Aralto vidékére, kit a Csendes óceánhoz, kit az északi jeges tengerhez. Molnár Péter önkormányzati képviselő szerint is hiánypótlás a középiskolai oktatásban Zsíros Sándor legújabb kötete. Ez a kötet, ez egy hiánypótló kötet mindenképpen, hiszen éppen említettem, hogy nagyon kevés forrás van erről. A középiskolai könyvek is, tankönyvek is, történelemkönyvek is éppen csak megemlítik ezt a gulágot, egy-két sort említenek erről, és én úgy gondolom, hogy a diákok, hogy ezt jobban megismerjék ezt a korszakot, ezeket a borzalmakat, ahhoz szükség van egy ilyen könyvre, ami most megjelent, hiszen ez azért mondom, hogy hiánypótló, mert ugye visszaemlékezések, források, korabeli dokumentumok, naplókból vannak ebbe a könyve, és bízom benne, hogy ha ez minden iskolába eljut, akkor lesznek olyan tanárok, akik ezeket a forrásokat is felhasználva kicsit jobban megismertetik a diákokkal ezt a korszakot, amely Magyarországon bizony elég borzalmas volt. Úgy gondolom, hogy nincs azon a szinten ma Magyarországon, ahogy amilyen szinten lennie kellene, nincs azon a szinten, amilyen szinten ezt támogatni kellene, hogy kutatások, tényfeltáró dokumentumok, interjúk készüljenek és könyvek jelenjenek meg, hiszen ez nem annyira a régmúlt történése, ez a borzalom, ami megtörtént itt Kelet-Európában és Magyarországon a gulág kapcsán, tehát ezt igenis fel kellene tárni addig, amíg lehet. Zsíros Sándor legújabb Szemelvények a gulág memoárirodalomból kötete, bár az orál history műfajába sorolható, a történészek szerint hiánypótló szakirodalomnak tekinthető. Tar Sándor Felső Zsolca és Alsó Zsolca református lelkésze 2012. december 30-án tartotta utolsó istentiszteletével egybekötött nyugdíjas búcsúztatóját. A lelkész 1975-től teljesít szolgálatot Felső Zsolcán. Az egyházközség tagjai, a város vezetése és a Kazinczy Ferenc Református Iskola tanárai és diákjai is elbúcsúztak Tar Sándor lelkipásztortól, aki a fővárosba költözik nyugdíjas éveire. Lezárult egy szakasz a Felső Zsolcai és Alsó Zsolcai Református Egyházközség történetében. Tar Sándor lelkipásztor 37 éves egyházi szolgálat után nyugdíjba ment. Felső Zsolcán utolsó Isten tiszteletével egybekötött búcsúztatásán is megtelt a református templom. Azért jöttem már az Alföldről Patakra, hogy lehet-e történelmet csinálni, de akkor már nyilván egyház történelme gondoltam, és az evangélium ügyére gondoltam elsősorban, hogy onnan a mélyből megmozdítani valamit, nem felülről nem nagyon látszódtak lehetőségek, hát akkor ha nem felül nem lett, akkor menjünk a mélyvédbe és onnan próbáljuk. És az volt a lelki, szellemi tapasztalatom, hogy ha az ember az Úr útjára lép rá, akkor megmozdul a mélyvíz és földtől, és
és napvilágra jön a evangéliumnak az eleje, igazság, a szépsége, világossága. A személyes életünkben is megengedjük, hogy onnan mélyből előjöjjön is, megáldjon is, meggyógyítson bennünket. A lelkipásztor örömmel emlékezett vissza a kezdetekre. A 37 éves szolgálata alatt számtalan pár ígért egymásnak örök hűséget. Sok fiatalt konfirmált, keresztelt, akik életét azóta is nyomon követte és támogatta. Református gyülekezet főképpen idősekből állt akkor, kb. Vagy 70 egyházfenntartó volt, tartottunk számon gyülekezetben. És igazából akkor mozdult meg a felsőoktatási református gyülekezet, amikor jött az a változás, hogy lehetett hittanórákat tartani, és akkor a fiatalok is bekapcsolódtak a gyülekezet életbe, és akkor kezdett el jobban a református gyülekezetnek az életét is meglátszani a településen. Tehát ott addig az a néhány idősebb testvérünk, aki volt, hát ők már úgy nem nagyon szóltak bele a közösségnek az életébe, De így, mivel ők nem, én sem annyira aktivizáltam akkor még magam. De a 80-as évek végétől attól kezdve, hát nagyon sokat jelentett számra a felsőoktatási közösség, az egész közösség. Elbúcsúztak tőle az egyházközség fiataljai, a templom gondnoka és a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc református általános iskola tanári kara is. Az Úr vezessen, végig az Úr. Az eteszét csodor is a sors, mert ha ő benne bízva a bízó, nagy örömben majd találkozunk. És mi újra látjuk egymást, Isten a kezében tartson meg, és mi újra látjuk egymást, Isten a kezében tartson meg. Letér az útról hajlandó Pálaposonnak van egy igéje, amikor egy gyülekeznek ír, és azt mondja, hogy én ti magatokat kerestelek, tehát a személyeteket, az életeteket kerestem, mert én is mindenkivel ugye a személyes kapcsolatot akartam keresni, hogy személyesen tudjam elmondani azt az üzenetet, amit rám bízott az Úristen. A felsőoktatási gyülekezet, ahogyan kinyílott, kivimbózott, hát az egy csoda volt számomra. Ahogyan el is fogadta lassan, fokozatosan a római katolikus gyülekezet is, a mi közösségünkben a görög katolikus gyülekezet is elfogadta, és úgy érzem, hogy most a keresztény hitben olyan egység formálódik, ami áldás lehet az egész.
közösségnek. Búcsúzójában lelki-szellemi zarándokútnak nevezte a 37 évet. Az Alsó-Zsolcai és Felső-Zsolcai Egyházközség elmondása szerint mindig kiegészítette, segítette egymást. Akikkel elindultam, azoknak nem volt elég mély a Jézus Krisztus való hitük, mint megváltó Úrban, és akkor ahol éppen voltak a hitükben, onnan indulni el, és Jézus Krisztus megismerni egy jobban, és úgy gazdagodik meg a szívünk, a hitünk is, nem csak a hitben, hanem a szeretetben és a reménységben is. Tehát én úgy gondoltam kezdettől fogva, hogy Istennek minden ajándéka a Jézus Krisztus személyhez kötött, és ő benne kapjuk meg, ő benne láthatjuk meg, ismerhetjük meg is, és kérhetjük el, mert Jézus mondta, hogy kérjetek is adatik nektek. Tehát meg kell ismernünk azt, hogy milyen ajándékot adott Isten Jézusban, és akkor már tudhatunk kérni is Istentől, hogy mit kérünk, milyen az a jó dolog, amit kérünk tőle. A 2010-es Felső-Zsolcai járvíz után azonnal megmozgatta a környező egyház közösségeket, és felhívására anyagi tárgyi támogatás érkezett. Dr. Tóth Lajos polgármester ezt is megköszönte búcsúztatójában. Az igazi szeretet az az Isteni erőforrás, mely nélkül nincs se élet, se békesség, se szabadság, se igazság, se jólét, se semmi más érdemes emberi megnyilvánulás. A szeretet megértést és békességet teremt a szívódás helyén, egységet a széthúzók között, építő szándékot a rombolók szívében. Vasalbertől idéztem ezeket a gyönyörű, örökérvényű gondolatokat. Nem tudom, miért jó szavakkal köszönteni nagy tisztelet úrat, aki ezen értékek mentén élt és dolgozott. Tarr Sándor 1946-ban született Balmazújváros, a református családban. Alsó és Felső-Zsolca köztiszteletben álló lelkipásztora, 1970-ben kapott lelkészi oklevelet a debreceni teológián, és elindult szólni a fény, és teljesíteni a küldetést. Őrizni a nyájat, és hirdetni az evangéliumot. Ezt követően több helyen is szolgált. Életileg főbb állomásai Újléka, Sárospatak, Halsák. 1975-ben kötött házasságot, ez év decemberében lett Alsó és Felső-Zsolca gyülekezet lelkipásztora, és kezdte meg a szolgálatot, ahol mai napig él, és a települések megbecsült és tisztelettel övezett lelkipásztora. Sokunk életének vált fontos részévé, aki életgyakorlása során örömteli, vagy éppen szomorú családi események kapcsán. Lelki támaszt mutva mindazoknak, akik hozzáfordulnak. Nagy tiszteletű úr, lelkipásztori teendőit már 37 éve végzik Felső-Zsolcán. Lelkiismeretes szolgálatban, amivel megszerezte magának a megbecsülést és szeretetet, nem csak a hívektől, hanem az egész település közösségétől. Önkormányzatunk is kitűnő partnerét viszonyt ápolt vele, a falu, majd a város minden világi, nemzeti ünnepén és emléknapján jelen volt híveinket. 2010-ben az árvízben álló település először ő közreműködésével kapott segítséget, élelem és szükséges eszközök közreadásával köszönjük. Az árvíz utáni összefogás aktív közreműködőjeként is hálával gondolom. Nem csak a templomi szószéken, hanem mindenestől és mindenestől igyekezett a kegyelem bizonyságtevő jelenni. A hétköznapok ügyes-bajos dolgaiban segít eligazodni, szerény, kérdés, szeretetre mérhető, bizalmas sugárzó mindenki felé. Mindig gondja volt népe lelkére, és határtalan örömet adja, sikerült felkelteni a vágódást, a lelki béke és az örök kegyelem uraira. Nehéz és lassan érő magvetőnünk az övé, de a cél nemes, az evangélium szolgálat. Mindez nem valósulhatott volna meg a családi háttér nélkül, melyet szeretteink folyamatosan biztosítottak
és jelenleg így biztosítani. A városunkban töltött évek alatt a hívekkel együtt mindig azon dolgozott, hogy jobb életet élhessenek az emberek. Dolgos hétköznapok, hitteltelő ünnepek jellemezték az elmúlt évtizedeket, harmóniát sugárzó egyénisége, közösségépítő ereje, nem csak az egyház közösség, hanem a város javát is szolgálta és szolgálta. Tevékenysége során kis templomunk teljes mértékben megújult, az árvíz utáni helyreállítás is levezényelt. Köszönjük nagy tisztelet úrnak azokat az órákat, melyeken ünnepi szavával szentítette, gyászunkban vigasztalást nyújtott, gyermekeinket imára tanította, a vendégeink felejthetetlen élményeket, városunknak pedig hírnevet szerzett. Felső Zsolca polgárai nevében a mai nap újra megköszönöm nagy tisztelendőnek a településért végzett áldozatos munkáját abból az alkalomból, hogy több évtizedes egyházi szolgálat után végleg nyugdíjba vonult. Kívánom, hogy még hosszú évtizedeket töltsön erőben, egészségben, hívei örömére. A hivatal munkatársai emlékül szerény ajándékkal kedveskednek számára. Ezzel is megköszönöm áldozatos munkáját, jelezve, hogy felső szolgálatunkra hálás. Isten segítse további útját. A görögkatolikus egyházközség nevében Gulyben Tibor esperes parókus búcsúztatta a lelkészt. Felső Zsolcán mi másfél év, lassan két év, amit együtt szolgáltunk és megismertük egymást, örömmel tapasztaltam meg az emberi, lelkipásztori és ökumenikus gondolkodást, és hát örömmel láttam mindig nagy tiszteletű úr kezében a Bibliát, és ahogyan értelmezte és interpretálta felé. Bármilyen alkalom volt, amin közösen szolgáltunk ökumenikus Isten tisztelet alkalmával. Nyugdíjas éveit még nem tudja, mivel fogja tölteni, de Felső Zsolcára mindig szívesen jön majd látogatóba. Még annyira közel van, hogy nem tudom, hogy mit fog csinálni, mivel fogom tölteni, vagy hogyan fogom kitölteni a napjaimat. Úgyhogy ez még a jövőnek a zenéje. Pest külkeltében fogunk lakni, tehát egy csendesebb helyet választottunk, nem a belváros vagy ott, hanem külső részre, ami majdnem olyan, mint itt Felső Zsolta, hogy csend van, és ott el lehet azért mélyülni azért továbbra is Isten ügyében, dolgaiban. Felső Zsolta református egyházközségének új lelki pásztora Alexa Gábor lesz, aki egyben a Kazinczy Ferenc református általános iskola lelkésze is. Azt üzenem, hogy ami talán jól csináltam, azt folytassa, amiben meg mulasztásom van, vagy rosszul tettem, vagy hiányosak vannak, azt pedig pótolja ki. Alsó és Felső Zsolcán a református gyülekezetben január 1-e óta Alexa Gábor látja el a lelkészi szolgálatot. Oh,
Kedves nézőink, decemberben már beszámoltunk arról, amikor a férfi kórus tartotta a szokásos évadzáró rendezvényét, hogy idén 25 éves évfordulójukat ünneplik majd. Stúdiónk vendége Siska András, a énekkarnak a vezetője, ha nem is a szakmai vezetője, de hát a menedzsere, mondhatjuk így. Negyed század azért, ez tényleg sok. Valóban egy népdalkör életébe különösen, ha figyelembe vesszük, hogy ma az elmúlt években, különösen Magyarországon, a kultúra környékén azért nagyon sok minden történik, sok jó, de hát sok negatív is. A mi egyesületünknek, vagy ha úgy tetszik, népdalkörünknek nagy szerencséje volt, hogy volt egy olyan vezetője, aki az egész életét, ha úgy tetszik, 25 évét, 24 évét a népdalkörre fordította. Ez Fehér Bandi bácsi volt, akit én, mikor megismertem, akkor észrevettem, hogy minden szempontból első helyen volt a tevékenységében a népdalkör helye, szerepe, jövője, egyáltalán élete. Tehát a 25 évből 24-et ő menedzselt végig, és nyugodjon, közel egy éve halt meg, és azóta megfogadtuk, hogy folytatjuk azt, amit ő elkezdett, amit ő csinált, és az elmúlt évben ennek szellemében folytattuk a munkát, és a 25 évet is természetesen, és a következő éveket is reményeink szerint hasonlóan fogjuk csinálni. Hát vannak itt még más nagy nevek is, én azt gondolom Azari Béla bácsi például, aki... Igen, Azari Béla bácsi a szakmai munkát végezte, szintén nagyon nagy felelősséggel és lelkesedéssel, és nagy ismerettel a magyar népdalkultúránk területén. A két jó barát és a magyar nóta szeretete együttesen adta ki ténylegesen ezt a 21-nány évet, és azt hiszem, hogy az, abban, hogy a férfi népdalkör ennyi sok sikert érhetett el, az ennek a szakmai munkának is köszönhető. És természetesen azoknak a tagoknak, akik állhatatosan hétről hétre jártak próbára, és ha kellett, akkor évente több 10-15 hétvégét szentelték arra, hogy Felső Zsolcát képviseljék, akár itt az országon különböző területein, dalos találkozókon, akár határainkon túl. Na, tehát idén akkor negyed század, lesz sátras ünnep, leszünk Nagykanállal? Én úgy gondolom, hogy készülünk, a vezetőségünk már megbeszélte. Két iránya van ennek. Az egyik, hogy szeretnénk, ha az elmúlt 25 év csokraiból a leginkább hozzánk közelállót, szívünkhöz közelállóból egy ilyen összeállítást készítünk, és egy CD-t vagy DVD-t csinálunk, hogy ezért tovább tudjuk adni a fiataloknak, meghallgathatja bárki. Másrészt szeretnénk természetesen ezt meg is örökíteni, harmadsorban pedig meg is ünnepelni érthető módon. Abban állapodtunk meg éppen tegnap, hogy ezt júniusban majd a Városnap keretében szervezzük. Júniusig akkor még hosszú az idő, egyáltalán a negyed század most, ha így ne a visszatekintés, inkább az előretekintésnek a apropója legyen. Milyen jövő áll ma a férfi kórus előtt? Egy kicsit bizonytalan vagyok a tekintetben, hogy a feltételeket egyre nehezebben tudjuk biztosítani. De a énekesek, a férfi népdalkör tagjai személyesen is áldoznak arra, hogy az eddig megszerzett magyar nóta, magyar népdal ismeretet tovább tudjuk adni. Akár családi környezetben, akár pedig itt Zsolca és a hozzánk közel álló népdalkörök tekintetében. Gondolom elsősorban a Homrokdiak, hiszen vele vannak nagyon... Homrokdiak nagyon régóta és nagyon kedves barátaink, de hát Hernád Németi, Alsó Zsolca, és hát lehetne sorolni Szögliget, most legújabban voltunk Szirmán, és természetesen kapunk messzebbről is meghívásokat, de hát például ebben az évben már, vagy az elmúlt évben már óvatosan kellett bánnunk a meghívásokkal, a utazási feltételek
megteremtése nem volt egyszerű. Fiatalok? Fiatalok körében azon vagyunk, hogy próbáljuk szervezni, és hát amikor egyáltalán ezt a megbízatást kaptam, akkor az első ilyen találkozásunkkor is legfőbbnek azt tartottam, hogy nagy szeretettel várjuk azokat a fiatalabb, a magyar népdal iránt érdeklődő, vagy egyáltalán dalolni szerető Zsolcai és Zsolca környéki, akár miskolci barátainkat, mert a magyar népdal jövője azon múlik, hogy valóban tudunk-e utánpótlást biztosítani. Egy szomorú statisztikát szeretnék mondani, hogy készülünk itt a 25. évfordulóra. Hát összegyűjtöttük a 24 év alatt, 24 halottunk volt, de ki tudtuk mindig pótolni újabbakkal az tőlünk eltávolozókat. Bízom benne, hogy így lesz ez a jövőben is. Az utánpótlás nevelés szempontjából ez nem éppen egy ideális helyzet, hogy az oktatáspolitika az éneklésre egyáltalán alig akar időt szentelni, pedig anélkül, hogy a gyerekek néhány magyar népdalt ne ismerjenek meg, anélkül nagyon nehéz lesz ezt tovább éltetni, pedig a magyar népdalkincs, Kodály, Bartók, és hát lehetne nagyon sokat, akár most a mi környezetünkben is sok olyan neves embert mondani, akik nagyon nagy figyelemmel voltak arra, hogy mindent követtek, hogy elterjesszék, vagy legalábbis felkeltsék az érdeklődést a magyar népdal iránt. Hát ha a magyar népdalnak nem is, de a magyar nótának most már van rádiója, hajrá, Dankó Pista Rádió. Ugyanakkor azt lehet mondani, hogy Bartók és Kodály hazájában, Egressy Béni földjén azért valóban van mit bepótolni. Teljes mértékben egyetértek. Azt szeretném talán mondani, hogy egyik szemem sír, a másik meg nevet. Azért, mert ismertem évek óta a miskolci rádiót, vagy ha úgy tetszik most M6 munkatársait, akik nagyon jól képzett, az ügy iránt elkötelezett emberek voltak, és Borsod megyét mindig úgy mutatták be, ahogy azt tényleg az emberek átérezték. Én azt hiszem, hogy helyesebb lett volna, ha egy kicsit arányosan osszák meg ezt az időt, ezt a frekvenciát. Részben a megye ismertetése, másrészt pedig természetesen a szívünkhöz is közel álló magyar nóta terjesztése között. Ez egy politikai döntés volt, ebben nem menjünk bele. Hát, nyilvánvalóan nem a magyar nótát akarták itt ezzel népszerűsíteni. Viszont ha már így alakult, akkor magyar nóta. Ugye Felső-Zsolcáron ma már mondhatjuk azt, hogy a magyar nóta fővárosa. Úgy gondolom, hogy a jelző nem nagyon túlzott. Miután az elmúlt években folyamatosan minden évben szerveztünk ilyen elméleti konferenciát, ha szabad ezt mondani, a magyar nóta ügyében. Kezdtük a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének közreműködésével egyáltalán tudományosan tisztázni, hogy mi a magyar nóta helye a magyar kultúrában, és a 200 év bebizonyította, hogy igenis nagyon jelentős a szerepe a magyar nótának, és ezt azok, akik fanyalogva időnként megjegyzik, hogy ők nem tetszik nekik, hogy nem szeretik, ettől még ez egy hungarikum. A világon akárhol, néhány helyen voltam, és ott magyarokkal találkoztam, a magyar emberek, vagy a tőlünk eltávozók legutoljára a magyar dalt esetleg felejtik el. De legtovább él szívükbe a magyar dal, magyar nóta. Akkor kérem szépen, miről is beszélünk a haza és az egyes ember kapcsolatában? Jó, hát nyilvánvalóan az osztrákok közül sem szereti mindenki a Stramblit. Tehát. Persze, de azért mégis azt mondjuk, hogy az egy nemzeti zene. Mint ahogy a magyar zene kultúrában is teljes szívvel mondhatjuk, és a nagyjaink is azt hiszem ezt alátámasztják, hogy a magyar nóta
a magyar zene szerves része, és ezt nem lehet eltörölni. Na most részben ezért mondtam, hogy annak örülök, hogy a magyar nóta kapott helyet a médiába újra, mert azért az egy nonsens volt, hogy a közrádió egyszerűen alig sugároztak magyar nótát. Ezt lehet bírálni. A másik oldalról, hogy most csinálunk magyar nóta rádiót, nagyon sok ember örömére, de ez nem kell, hogy jelentse azt, hogy egy másik értékes rádió műsort akkor teljesen megszüntetni. Én ennek a kettőnek nagyon egymáshoz közel álló módon igenis megoldható lett volna az együtt szerepeltetését, és ez lett volna mindannyiunk érdeke is. Szóval a megyéről információt gyűjtő emberek, akik naponta egyszer azért mégis a Borsod megye híreiből, a közvetlen környezetükből kaptak információt, az része volt a napi tájékozódásban. Hát politikus gondolkodását megérteni nehéz és veszélyes feladat, úgyhogy ebben most nem menjünk bele. Viszont ugye lesz a Magyar Nóta kapcsán ismét konferencia Felső Zsolcán, illetve ismét lesz Magyar Nóta este, ami mindig nagyon sokakat mond, nem csak zsolcaiakat, hanem környékbelieket is. Nagyon örülünk annak, hogy most már folyamatosan, ugye az a harmadik, negyedik konferenciát csináljuk, és mindig újabb témákat veszünk, vagy egy szeletét a magyar nóta ügyének. Most éppen a múlt év novemberében a magyar nóta szerzők és énekesek feladatait emeltük ki, másrészt pedig a Magyar Nótások Országos Szövetségének tevékenységét, és igenis nagyon heves vita folyt azon, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket különböző magyar nóta kedvelő csoportoknak, egyesületeknek és személyeknek tenni kell azért, hogy igenis fennmaradjon ez az hungarikum. Másrészt pedig már jövőre, vagy ebben az évben is látszik, hogy újabb igény van rá, hisz a mi példánkon okulva az egriek is májusban szerveznek egy ilyen tanácskozást, ők két naposra szervezik, ahol a mi tapasztalatainkat is felhasználják, és tőlünk is kérnek előadót, hogy menjünk tovább, lépjünk tovább azon, hogy hogyan tudjuk tényleg apró pénzzel váltani az eddigi tapasztalatokat. Én körbejártam az ország jelentősebb magyar nóta egyesületeit a múlt évben, és azt tapasztaltam, hogy óriási lelkesedés van egy-egy településen, mondjuk a hajdunálláspontok, hát Szegedről többször beszélünk, a szegediek gyakorlatilag vezették be Felső Zsolcán a magyar nóta iránti szeretetet, és kétszer az ő műsorukat szerveztük meg, mert nálunk akkor még nem voltak se énekesek, se zenekar. Ma már ugye nálunk van egy elfogadható, mondhatom, hogy Madarász Katalin művésznő mondta, hogy olyan szívesen jön hozzánk, mert ezek a fiúk nagyon jól csinálják. Tehát azt gondolom, hogy egy elfogadható zenekar, és az énekesek is egyre inkább, ha kevés alkalommal is, de a Duna TV-be most éppen vasárnap, aki 12-5 perccel a RTL klubra rákapcsolt volna, akkor ott egy magyar nóta műsor volt, és ott például Víg Bertalan, mi drága jó barátunk, énekelt. Tehát a énekeseink szót kapnak a kereskedelmi tévében is. Na, Zsolc a tévében mindig kapnak szót, ezt meg azt tudjuk ígérni. Nagyon köszönjük. Milyen programok lesznek idén? Ebben az évben természetesen ugyanúgy, mint az elmúlt években, tavasszal is akarunk egy magyar nóta rendezvényt csinálni. Májusban gondolkodunk azon, hogy egy kicsit összekapcsoljuk úgy, hogy most a rádióban és a televízióban is van, hogy a magyar nóta és operett, egy kicsit több hangsúlyt helyeznénk az operett részre, és miután az anya egyesületünk 10 éves lesz, a Együtt Felső Zsolcáért Egyesület, ennek keretében májusban csinálunk majd egy szép magyar nóta és operett műsort. Természetesen készülünk Erdélybe, van egy kötelezettségünk Király Helmecen, amit az elmúlt évben nem tudtunk teljesíteni, egybeesett éppen a mi szeptember 29-i rendezvényünkkel. Ugye akkor van a városnap. Akkor igen, ott van a városnap, tehát ebben az évben mindenféleképpen szeretnénk neki az igényeiket kielégíteni, és természetesen november 23-án már kijelöltük a munkatervünkben,
hogy Felső Zsolcán újra megszervezünk egy konferenciát és egy szép magyar nótát. És ott szeretnénk összekapcsolni a magyar népdalt a magyar nótával, mint hogy ezt tettük is az első konferencián, mert a konferencián bemutatkozott a női énekkar, bemutatkoztak gyerekeink, a citerások és a férfi énekkar is. Sőt, azt hiszem még a táncosok is. Jól emlékszem, szó volt arról is, hogy magyar dalkonferencia is lesz Felső-Zsolcán. Igen, a magyar dal napjához kötődőn, most szélesebben, tavaly csak egy helyen Hagyunánáson szerveztük az Országos Szövetség, most a mi egyesületünk is tervezi, hogy kapcsolódjunk a magyar dal napjához, és ott is kapjon nagyobb hangsúlyt a magyar nóta. És akkor egy szép évük lesz. Úgy legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Önök a Közelkép Televíziónk heti közéleti magazin műsorának második heti adását látták. Egy hét múlva is várjuk Önöket friss hírekkel, információkkal. A műsor ismétléseinek időpontjait megtalálják képújság oldalainkon, de bármikor újra nézhetik weboldalunkon, a www.zsolcatv.hu-n. Kövessék munkánkat a nagy közösségi portálokon is. Én a műsort készítő kollégáim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket. További szép hetet, viszontlátásra!